A koronavírus megelőzésében a táplálkozásunknak is nagy szerepe van. Ez mind abból adódik, hogy maga a táplálék az, amivel energiát viszünk be a szervezetünkbe. Immunrendszerünk pedig ebből táplálkozik és merít erőt. Minden egyes folyamat, ami a szervezetünkben lejátszódik, egy energiaigényes folyamatnak a része. Hogyha nem megfelelő a tápláltsági állapotunk, az immunrendszerünk sem tud megfelelően védekezni. Ehhez nagyon szükséges, hogy felmérjük azt, hogy minőségi alultápláltság nálunk előfordulhat e. Ez valójában azt jelenti, hogy van mit ennünk, csak nem megfelelő arányban kerülnek be a tápanyagok, ásványi és vitaminok, hanem egy kicsit kifacsart ö, arányban, mely nem biztosítja megfelelő működését az immunrendszernek. Bár szervezetünk a napi folyamatokat és a, a munkát, az iskolát, a tanulást el tudja látni, tudunk figyelni, a létfenntartó szerveink is működnek, mégis van egy olyan ö, hely a szervezetünkben, egy olyan egység, mely nem kap megfelelő energiaellátást. Nagyon fontos, hogy nem csak egy koronavírus okozta járványhelyzetben, hanem mindig vigyázzunk szervezetünk energiaigényére. Igenis biztosítsuk számára a megfelelő mennyiségű szénhidrátot, jó minőségben, a kellő mennyiségű fehérjét, amely valójában nem több, mint a testtömeg kilogrammonként számolt, körülbelül 0,8 g fehérje illetve a zsiradékokból, amelyek járulékosan jönnek majd szépen össze fehérjéből, bizonyos zöldségek, szénhidrátok is tartalmaznak, de maga a 30 energia százalékát teszik ki az energiaigényünknek. Itt viszont mindig a minőségre és a mennyiségre egyaránt törekedni kell. Koronavírus megelőzésében nagyon fontos, hogy megfelelő D-vitamin szint legyen a szervezetünkben. Ez az a vitamin, amit napfényvitaminnak is hívunk, ugyanis a bőr alatt lévő zsírrétegben valójában egyébként koleszterinból képződik, UV fény hatására, ami ebben a sötét időszakban picit nehezen valósul meg, ezért vérvétellel tudjuk ellenőrizni azt, hogy megfelelő szinten van a D-vitamin, és nagyon könnyen lehet ezt most már vitamin készítmény formájában pótolni. Hozzá igenis szükséges meggyőződnünk arról, hogy megfelelő magnézium, kálcium, illetve szelén bevitelünk van, ugyanis ezek mindegyike nagyon fontos az immunrendszerünk teljes erősítésében. Ha ezek a vitaminok, ásványagok és a tápláltsági állapotunk is megfelelő, akkor bármilyen fertőzést a szervezet sokkal könnyebben vesz és győz le. Ha a minősége alul tápláltság és krónikus megbetegedések is vannak a háttérben, nem csak egy koronavírus fertőzés, bármilyen betegség sokkal ö, nehezebben gyógyul meg. Ezért figyeljünk arra gyerekeknél és felnőtteknél is egyaránt, hogy ne higgyünk abban, hogy egy szélsőséges diéta az immunrendszerünket is erősíti, ugyanis minden tápanyagra szükségünk van. A mikrobiumunk a bérrendszerünk ennek a tápanyagellátása, illetve védekező képességét is ezáltal tudjuk biztosítani.